Idén már negyedik alkalommal tart koncertsorozatot Rákász Gergely Lords of the Organ elnevezéssel. Az orgonaművész ezúttal több évforduló kapcsán válogatott a művek közül. A mindig is repertoáron maradó Bach mellett most Bartók és Beethoven darabokat hallhat a közönség. A magyar zeneszerző halálának 75. míg a bécsi klasszika nagy alakja születésének 200. évfordulóját ünnepli a muzsika világa idén. Többek között Pécsen is élvezhetik az érdeklődők Rákász Gergely hangversenyét. Most a pécsi koncert abból a szempontból különleges, hogy mindig a zsinagógában voltunk eddig, de országosan bezárták most a járvány miatt az összes zsinagógát, úgyhogy átvittük a hangversenyt a belvárosi református templomba, ez egy nagyon szép, bensőséges kis templom, ott leszünk most. A dátum változatlan, 15-én este 6 órakor várom a kedves hallgatókat. Két rétegét az előadásnak megszokhatta már a pécsi közönség, hogy hogy néz ki a koncertem. Az egyik az az, hogy igyekszem szép zenéket szépen játszani, ez talán az alap egy koncert esetében. A másik, hogy mindig van egy kis zenetörténeti idegenvezetés, tehát nem hagyom egyedül a kedves hallgatót a 10 000 hanggal, hanem van egy kis háttér, hogy akkor mire figyeljen, mik az érdekes dolgok. Ez a háttérhoz tartozik egyébként, hogy Pap Norbert festőművész barátom most is készített témába vágó grafikákat, tehát látványkoncert lesz. Engem is kivetítenek a kezemet, lábamat, ahogy történik az orgonálás. Ez mégiscsak egy izgalmas dolog orgonálni, olyan, mint űrhajót vezetni, egy csomó gomb, meg kapcsoló kézzel, lábbal. És akkor ezt váltják időnként az óriási vetítővászon a festőművész barátom grafikái, amelyek egy ilyen aha élményt adnak sok helyen. Talán kimondatlanul is aha élményt, hogy például amikor a sorszimfóniában Beethovennél megelevenedik a sors, ami úgy rázuhan az emberre. Olyan szép dolgokat talált ki hozzá Norbert, gazdálkodva az emberiség történetének sokféle sors szimbólumából, erünnizből, a párkákból, és a többi. De majd a koncerten látja úgyis a kedves hallgató. Viszont egy harmadik rétege is van most ennek a hangversenynek, hiszen idén nem csak Bartók és Beethoven évfordulós, de a trianoni békediktátum is. Úgyhogy ebben a harmadik mély rétegében én úgy döntöttem, hogy úgy állítom össze a műsort egyik művet a másik után, hogy ez pedig szépen kirajzoljon egy megemlékezést. Indulunk a háborútól, folytatjuk a gyászon át, aztán jön a sors, elkerülhető vagy nem kerülhető el, a kezünkbe vehetjük-e a sorsunkat vagy sem, és a vége a nagy C-moll passzakája és fúga Bachtól, amely a szerző talán leginkább transzcendens orgonaműve, tehát ez a fénybe lépés. Nem volt kérdés, hogy az utolsó nagy fényes C-dur akkorddal a mélyen vallásos Bach mit gondolt, hogy ő hova érkezik. De hogy ne feltétlenül a vallás talajára vigyem ezt, én azt gondolom, hogy az embernek a szebbik arcához, a jobbik arcához érkezünk meg ezzel a fénybelépéssel a nagy C-moll passzakája és fúga végén. Tehát az egész talán kirajzolja ezt az elmúlt 100 évet, és ad egy megemlékezés hangulatot is, anélkül egyébként, hogy ezt bárkinek igyekeznék letolni a torkán, hanem egész egyszerűen csak nekem ez fontos volt, úgyhogy úgy gondoltam, hogy ha már szép zenéket játszom, akkor majdnem mindegy, hogy melyek lesznek azok a szép zenék, de akkor legyen egy ilyen mély rétege is a versenynek. A koronavírusra való tekintettel természetesen szigorú szabályok mentén rendezhető meg a koncertsorozat. Hoztunk néhány nagyon egyszerű intézkedést azzal kapcsolatban, ami azt gondolom, hogy megnyugtató, biztonságos érzetet tud adni a kedves hallgatóknak. Az első, talán a legegyszerűbb, pofon egyszerű, de nem is gondoltam, hogy ennyire sokat tud jelenteni a kedves hallgatóknak, hogy minden egyes eseménynél, így a pécsinél is egyébként, a weboldalamon feltüntetjük, hogy mekkora a templom vagy hangversenyterembe fogadó képessége, és hogy hány ember vehet részt a hangversenyen. Ugyanis nagyon sokaknak az volt a félelme, hogy hát hála Istennek teltházasak szoktak lenni a koncertjeim, hogy hát most már megint ez lesz, és ugye ha egymás mellett ülünk, akkor jaj, mi lesz. De természetesen mi is hoztunk olyan rendelkezést, hogy nem tartunk teltházakat, hanem meghúzzuk a határt körülbelül fél úton. Sokan attól féltek, hogy mi lesz, hogyha elmarad a koncert, mondjuk én beteg leszek. Erre adtunk egy 30 napos garanciát, és azt mondtam a kedves hallgatóknak, hogy én megígérem, hogyha az én betegségem miatt marad el a koncert, akkor nem kell üljön a jegyén fél évig, egy évig, mire aztán utána be tudja váltani. Magunk között szólva, én magam is utálom azt, hogyha ott van a fiókban a jegy, és tologatom balra, jobbra, jobbra, balra, és nem tudom, hogy mi lesz vele. Nem mint hogyha arról a 2-3 ezer forintról volna szó, csak ez egy ilyen elvarratlan szál, hogy az ember, hát ha már megvettem a jegyet,
előbb-utóbb szeretném megnézni, de mikor lesz, nem tudom mikor lesz, ez egy frusztráló dolog. Ezért mondtam azt a hallgatóknak, hogy ha jönnek, akkor jöjjenek. Biztos, hogy 30 napon belül lesz koncert, és akkor nem lesznek elvaratlan szálak. Akkor csináltunk egy ilyen becsületbeli vírusjegyet a koncertekre. Ezt azért láttam, mert a sorok között azért azt is láttam, hogy a kedves hallgatók közül néhány kimondatlanul, de utalt rá, hogy hát bizony anyagi okai is vannak, hogy hát félnek, hogy mit hoz a jövő. És azt gondoltam, hogy aki most attól fél, hogy mit hoz a jövő, neki van a legnagyobb szüksége arra, hogy egy kis lelki feltöltődése legyen. Csináltunk egy vírusjegyet, amely 499 forintba került, tehát hogy ez a létező legalacsonyabb jegyár, és becsületbeli vétettük. Tehát senkitől nem kérdezünk semmit, aki ilyen jeggyel érkezik, hogyha ő idén ilyen állapotban van, akkor jöjjön. Legyen a része a koncertnek, legyen a vendégünk, ezen nem újjék. Úgyhogy ha valaki feljön a rákászgergely.hu-ra, a honlapomra, hát ott szépen listába szedtük, hogy mi mindent csináltunk azért, hogy a kedves hallgatók számára ez ne egy ilyen feszengős este legyen, hogy jaj, most akkor mi lesz velem, hanem tényleg minden pillanatban egy kontrollált, átgondolt, egymásra vigyázós, nagyon jó kis szellemi és telki feltöltődés. A Lords of the Organ koncepciója az, hogy ha az orgona a hangszerek királya, akkor a lordok, a főurak azok, akik a király asztalát körülülik. Ezt akár élőben is megtapasztalhatják a komoly zeneszerelmesei.